Minden készen áll az ünnepségre. A legmagasabb fokú biztonsági készültség mellett kezdődik majd a beiktatás, amelyet a szerb belügyminisztérium koordinál, de a felkészülésben részt vett a katonai biztonsági szolgálat és a szerb biztonsági információs ügynökség is. Az 5000 vendég között csaknem 60 külföldi tisztségviselőt várnak, és nagyjából mintegy 300 újságíró akkreditáltatta magát. 19 órakor kezdődik Alekszandar Vučić ünnepélyes beiktatása itt Belgrádban, a Szerbia palotában. A palota környékét lezárták, több száz újságíró már az épületben tartózkodik, azonban mintegy 5000 vendéget várnak. Közülük néhányan már két napja a szerb fővárosban tartózkodnak, de a legtöbben ma érkeztek, illetve ma fognak megérkezni. A tervek szerint a vendégek a ceremónia után végigjárják a Szerbia palota termeit, amelyekben az ország különböző térségeit mutatják be, és kóstolót is adnak a terület jellegzetes ételeiből és italaiból. Nikola Selaković, a köztársasági elnök főtitkára végigvezette a délelőtt folyamán az újságírókat az említett termeken, és bemutatta, mit is láthatnak majd Alekszandar Vučić vendégei. Vajdaság külön termet kapott, ahol képeken mutatják be a tartomány nevezetességeit. Upravo u ovom salonu možete da vidite i kako će izgledati kada je u pitanju koncepcija drugi. Dva predivna fotozida, na jednom je prikazana Vojvodina kao žitnica, na drugom je prikazana Fruška gora sa svojim divnim šumama. Az épület nyugati szárnyában azoknak a római uralkodóknak állítottak emléket, akik a mai Szerbia területén születtek. Felállították továbbá Nikola Tesla laborjának makettjét, látható az első Jugoszláviában gyártott televízió, és megemlékeznek több jelentős szerb vonatkozású történelmi eseményről is. A magasrangú diplomáciai vendégek között lesz Montenegró, Horvátország, Macedónia elnöke, Bosznia-Hercegovina elnökségének bosnyák és horvát tagjai, a török, a szlovák és az azerbajdzsáni parlament elnökei, Orbán Viktor Magyarország miniszterelnöke, az osztrák kancellár és Johannes Hahn, az Európai Unió bővítési biztosa is tiszteletét teszi a rendezvényen. Az ünnepség elején gyermekkor énekli majd a szerb himnuszt, ezt Vučić beszéde és a köszöntő követi, ezután zenés művelődési műsort láthatnak a vendégek, az ünnepség végén pedig rezesek lépnek fel.